csoportos, a gyorsabbik csoport. Mindenkinek kell egy karszalag, illetve okosisak, ami most már elhúsz egyedik alkalommal nem is egy embernek probléma. Box utca kihajtón a záróvonalat nem lehet érinteni se, nem tud átmenni rajta. Aki átmegy, az kihajtónak lesz szintve figyelmeztetésre, ezt megismétli, akkor le is veszünk a transponderét, a karszalagját. Hogyha valaki csak úgy tudja melegíteni a gumit, hogy a melegítő körbe jobbra-balra cikázik a versenypályán, akkor azt minden esetben olyan körülmények között tegyetek, hogyha nincsen senki mögöttetek. Hogyha jön valaki, és főleg gyors körül, ez abszolút ellenjavallat, hogyha gyors tempóban mész a versenyében, akkor be fog melegedni a slick gumit legkésőbb két körön belül. A zászlójelzések közül a kéket szokták használni a sportbírók, gyorsabb autó van mögött, egy sárga, az veszélyt jelez ilyenkor, csökkenteni kell a sebességet. A dupla sárgánál mindenképpen csökkentettek a sebességet, mert valami a versenyvonalon van, ez lehet egy alkatrészdarab, vagy egy ott megtörtént autó, vagy műszakhibás autó, vagy beavatkozó autó, bármi. És természetesen mind a két zászlónál, vagy a piros zászlónál is előzési tilalom van, tehát szigorúan tilos előzni. Elsőként vagy ezen a versenyen, vagy rendszeres visszatérő versenyző vagy? Mondhatni rendszeres, igen. Miért jó ez a verseny? Miért szeretsz itt lenni? Próbáltok minél jobbat menni. Nem a köridőre gondolok, hanem hogy minél inkább összerakjak egy tiszta kört, ami annyira nem mindig szokott sikerülni, de ez lenne a lényeg. Most először próbálom slicken, úgyhogy kíváncsi leszek a különbségre a 7 slickhez képest. Hobbiból versenyzel, vagy egyébként az autó a mániád? Ma hobbiból, abszolút hobbiból. Az autóról mit lehet tudni? 2 liter és semmilyen nem eredeti, tehát váltó, motor, futómű, fék, ülés, kormány, tehát így elég sok pénzben van. Úgyhogy reméljük, hogy minden megfelelően működik és nem lesz szomorúság a végén. Először vagy itt ezen a versenyen, vagy rendszeres visszatérő vagy? Mindig benevezek, de még eddig nem sikerült kijutnom. Hogyhogy? Nyílt napon szétrúgtam a kocsit mindig. Mit lehet tudni rólad, autóversenyző vagy csak hobbiból csinálod ezt? Hát hobbiból. Régen indultam FRT-n, minirallin, csak az már unalmas. Mit lehet tudni a vasról, amivel jöttél? Ez egy 3-2-es M3, 1140 kg elvileg, de most mindjárt kiderül. 321 lóerő volt fénykorában, most egy kicsit kevesebb. Te építgetted? Nem, ezt így vettük már készen. Azóta javítgatunk rajta, ami szarul van megcsinálva. Mit vársz a mai naptól? Szeretnék azért dobogóra állni. Először vagytok ezen a versenyen, vagy visszatérő versenyzők vagytok-e? Én személy szerint a Pannonia Ringen voltam idén először, és most vagyok másodjára. Miért ez a verseny, vagy miért van egyáltalán itt? Kihasználjuk az autót, és gyakoroljuk a pályán való vezetésnek. Mit lehet tudni az autóról? Ez egy E36 M3 limuzin kasznira épített gépjármű, 3-2-es M3 motor van benne, a Havasi Motorsport által, egy KV Competition futómű, van egy versenysper, 391-es átétele, jelen pillanatban széria 5-ös váltó van benne, illetve bukócső, amit tudtunk, kikönnyítés, úgyhogy most meglátjuk, hogy mennyi. Elméletileg 1150-60 kiló, most jelen pillanatban tele van tankóval, tehát valamivel kicsit több lesz. Nagyságrendileg ennyi a tőle. Mit vártok a mai naptól? Én megmondom őszintén, hogy én nekem egy 2.07-es időt szeretnék menni vele, ami a kategóriában még a vége fele, abszolút szerintem meg egy olyan 10-12. Hely környéke lehet. Mi ez? Hobbi? Szerelem? Így egymás után a kettő.
először vagy ezen a versenyen, vagy rendszeres visszatérő vagy? Nem, rendszeres visszatérő vagyok. Mit vesz ettől a versenytől, vagy miért veszel benne részt ebben a sorozatban? Nagyon-nagyon jó ide tartozni ebbe a csapatba. Most már második éve tartozok ide a Time Attack csapatába. Nagyon örülök neki, hatalmas a versenyszellem mindenkinél. Az autók nagyon jók. Most azt gondolom, hogy akár esély is lehet a dobogóra az autó. Nagyon szépen sikerült összerakni. Jó gumikat is sikerült szerezni. Meglátjuk, mit hoz a mai nap. Van titok a motorházszető alatt? Persze, megnézhetitek. Titok nincs. Hány ember és mennyi munkaóra még ez így össze lett rakva? Hát legalább 3-4 ember, és hát egy hónap legalább még össze lett rakva, tehát mindenben. A motor gyári, teljesen egy speci motor van, arra lett felépítve egy nagyobb turbó, egy hideglevegős rendszer, egy intercooler, és persze ugye a Subaru melegedése véget, ugye egy nagy hűtőt is kellett beletennünk, már sikerült megrottyantani egyszer-kétszer a vizetben. De nagyon jó. Hát a teljesítmény most nem a legjobb rajt, 340 lóerő az autó, de viszont a programozása viszont nagyon jó lett, tehát igazándiból itt a Hungaroringen, meg egyéb pályautózásoknál, tehát ez a 100-ról 200-ról a gyorsulás az a fontos. Tehát nem úgy, mint ugye a gyorsulási versenyeknél, hogy ugye nullától megyünk 100-ig, vagy akár 200-ig, és most ez a programja, ez nagyon jó sikerült neki, úgyhogy most gyengébb az autó, mint amennyi volt, viszont egy jó másodperccel gyorsabb 100-ról 200-ra. Meglátjuk. És így legalább akkor tudtam kipakolni súlyt is, mert így még beleférek a rész kettőbe. Rendszeres versenyzője vagy ezen a versenyen, vagy most vagy itt először? Nem, ez az idei első szezonom, és rendszeres versenyző vagyok, és hát szeretnék is tartozni, illetve csatlakozni ez a közös és zárt teamhez. Miért jó itt lenni? Igazából nagyon jó a hangulat, jók a fiúk, jók a szervezés, és lényegében hálások lehetünk, meg köszönetet mondhatunk azért, hogy van egy nyílt liga, egy amatőr liga, ahol mindenki kipróbálhatja saját magát, a technikáját egy FIA versenypályán. Mit lehet tudni az autóról? Ez egy 6. generációs Honda Civic, egy 1.6-os VTI-nek nevezett motorral, lényegében a motorja az érintetlen, futóműve és a féke van egy kicsit piszkálva. Azt te csinálod, vagy van segítség? Saját magam építem. Mercedes slick gumival, nekem ez egy picit utcaidegen, de miért így ezzel a konstrukcióval jöttetek versenyezni? Először van kint az autó, most debütál, most egyelőre még nem a jó időre, hanem csak szoknom az autót, mert még most vagyok vele először ilyen helyen. Miért ezt az autót választottad? Mert a lányomat is Mercedesnek hívják. Szeretjük. Bügyköltetek valamit rajta, vagy utcai? Jelen állapotban még utcai, Svájcból hoztuk, még a motorvezérlőjét nem olvastuk ki, a rendszert azt nyitottá tettük rajta, meg a gumi, ennyi egyenlőre. Milyen autóval jöttél erre a mai napra? Ez egy 2011-es Porsche Cayman S. Street, vagy azért dolgoztál rajta valamit? Nem, ez teljesen gyári, 2 hónapja vettem meg, úgyhogy még vigyázni fogok rá, az lesz a cél, hogy ne törjem össze. Miért jársz egyébként erre a versenyre, első sorozatra? Most vagyok itt először, tehát még a Hungaroringen sem voltam egyszer sem. Mondták, hogy ha már ilyen kocsim van, meg én is szeretném kipróbálni, hogy hogy mozog a pályán, tehát jobban megismerjem a kocsit. Inkább az a cél, hogy ezt tudjam meg. És még nem voltam itt, úgyhogy ki szeretném próbálni. Szerintem jobb, mint egy nyílt nap, mert itt mégiscsak jobb versenyzők jönnek, és mások is látják, hogyha mondjuk új autó van, vagy nem az, hogy új autó, hanem új sofőr, hogy jobban vigyáznak rá, vagy ilyesmi, hogyha beérik. Ez nálad hobbi, szerelem? Hát most kezdődik, remélem. Különleges autó az, amiről itt vagy, mesélj róla, kezdjük azzal. Hát egy Mitsubishi FTO. Ez gyárilag 2000-es V6-os motorral van, ez most már 2,5 V6, twin turbo, 280 lóerő. Magadtól raktad össze, vagy valami alapján gondolkodtatok ebben a konstrukcióban? Van egy barátom, és vele együtt építettük tulajdonképpen az autót. Én kitalálom, ő meg megcsinálja, de amúgy az elképzelés az hát félig meddig egyedi, mivel ebből balkormányos van,
ilyen motoros még Angliába akad is, de ilyen motoros, balkormányosról még nem tudok. Tehát valószínűleg ez az első. Ez most már a második év, hogy részt veszünk rajta. Igazából kihívás, meg gyerekkori álmom. Azt mondtad, hogy kipróbálod magad ezen a kategórián is, milyen érzéseid vannak most? Hát tetszik, de sajnos ebben a kategóriában csúsztam, ahol a legjobbak mentek, tehát én voltam kb. Ugye a leglassabb autóval, és sokszor kellett, tehát amikor mért köröm lett volna, akkor mindig beért valaki, és akkor félrehúzottam, nem igazán tudtam tiszta kört menni, de amúgy jó volt.
Az autó hogy viselkedett? Hát sajnos cseréredtek a gumik, nem jöttek meg időbe, amit megrendeltem, és emiatt csúszkált a hátulja, meg ez sima utcai gumik voltak, tehát semmi, se slick, se semi-slick. Úgyhogy kanyarokba is óvatosan kellett lenne, egyszer megpörültem, hásnak nem történt nagyobb komolyabb baj, de így sikerült. A dobogó első fokára állhattál, rendszeres versenyző vagy most jöttél először, számítottál erre? Hát már négy, azt hiszem 5 éve vettem az autót, és akkor mindig a Hungaroring pályanapokat látogattam. Aztán kezdtem átszokni erre a magyar tájmetekre, és 2 évvel ezelőtt voltam először velük Szlovákiában, a Szlovákia ringen, és akkor ott sikerült egy, azt hiszem egy bronzot nyerni, egy harmadik helyezést, és utána sokáig nem jöttek az eredmények, mert hogy ez igazából ez a sport, ez pénzről is szól, tehát akinek van pénze és tud venni jó gumit, jó féket, jó futóművet, azzal vesz magának gyakorlatilag időt. És nekem volt egy időszak, amikor nem ment annyira jól anyagilag, ezért megragadtam egy szinten, de most pici fejlesztés volt az autón, és akkor így sikerült új egyéni csúcsot menne a mai nap folyamán, ami a győzelmet is hozta. De azt gondolom, hogy nem csak a technika dönti el azt, hogy mit élsz el a pályán, hanem a sofőri képességeken is múlik ez a dolog. Tanulod, gyakorlod, ösztönből jön, hogy van ez nálad? Hát ez úgy van, hogy amikor én megvettem a Clio-t, akkor megkértem Tézét, aki a régen Totálgyalás újságíró volt, és ő foglalkozott velem egy picit, és tanítgatott, hogy hogy kell menni a pályán, hogy ne daráljam el a gumikat. És azóta is folyamatosan próbálok figyelni, beszélgetni minél több emberrel, próbálni olyan emberek után menni, akik szépen mozognak a pályán, és lelesni az íveket, fékpontokat, kigyorsításokat. Ez végülis egy szerelem nálam, tehát régen, amikor kicsi voltam, akkor az apukám rally versenyre hordott, és ma azóta tart, de így gyakorlatilag ilyen önképzőkörben sajátítgatom ezt így el, hogy így egymás közt megbeszéljük ki, hogy megy, és egymás íveit követjük, tehát egyelőre itt tartunk. Az autóban van-e valami titok? Semmi, ez egy full gyári RS Renault Sport Clio, annyi, hogy könnyebb kerekek lettek rajta, ilyen OZ Ultralengerek, illetve most bekerült egy AST futómű az autó alá, és azt a 4 botot, ami benn volt, azt kiraktuk. Meg annyi a titok, hogy ki van pakolva hátul, nincsenek benne ülések, meg biztonsági övek, hanem minél több súlyt, amit lehetett, kivettük belőle. Véget ért a 2015-ös szezon, és akkor kezdjük talán ezzel, hogy milyen volt ez az év nektek most. Hát részint nagyon jó, mert nagyon sok új versenyző érkezett ebbe a szezonba. Az picikét személyesen fájlalom, hogy egy-két pálya, amire már tavaly se jutottunk el, oda idén sem sikerült, ez az Euroring, meg a Szlovákia ring, de mind a kettőn dolgozunk, úgyhogy remélem, hogy jövőre már ez is visszakerül a versenynaptárba. Meg hát amit jövőre nagyon-nagyon várok, ez a Balatonpark szölkét, ami hát most már nem is tudom, tehát 3 éve épül, szépül. Úgy volt, hogy idén most már tényleg összeáll fizikálisan, de még ez eddig nem sikerült, de általában is a jövőre kész lesz, úgyhogy az a negyedik ilyen használható pálya lenne Magyarországon erre a célra. Elég színes volt a felhozatal ma is, mind az autók, mind a versenyzők tekintetében. Arra gondolok, hogy ez most egy amatőr vagy egy profi verseny. Te mit gondolsz erről? Hát erre teljesen egyszerű a válasz, ez a klasszikus klubverseny. És ez így is indult, nem is tudom, egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt, és én abszolút ezt tartom a sorozatnak az egyik értékének, hogy itt tulajdonképpen baráti társaságok tudnak egymásra mérkőzni, és megvan ez a klubhangulat. Amellett, meg amit ti is láthatok, hogyha most először vagytok itt, hogy nagyon sok komoly autó van, amit meg kimondottan ide tájmatakra építettek. De ezért is népszerű a világ többi pontján a tájmetek, meg ez a most a legerősebben fejlődő versenyág, mert hát itt csúnya szóval a legkisebb autóktól a legnagyobbakig egy mezőnybe tudnak versenyezni a pilóták, és ez nekik is élmény. A mai napról mit gondolsz? Hát a mai nap az abból a szempontból is nagyon jó volt, hogy nem volt baleset a pályán, egy-két műszaki probléma volt, de az nem volt veszélyes, nagyon jó volt az idő. Nagyon-nagyon szoros volt a verseny, több kategóriában is, a belépő street kategóriában elképesztően szoros volt, meg a rész kategóriában is nagyon-nagyon izgalmas volt a mai verseny. Meg rengetegen voltak, és szuper jó volt az idő, tehát ez azt gondolom, ez a legjobb autós idő.
és ez volt a Hungaroringen az idei negyedik versenyünk, és az volt a visszajelzés, hogy most volt a legjobb a tapadás. Yeah. You see?